Emlékezhetünk rá, 2018-ban nagy port kavart a túlóra törvény, vagy hétköznapi nyelven szólva a rabszolga törvény megszavazása, amelyet akkor sem támogatott már a Mi Hazánk mozgalom. De emlékezhetünk arra is, hogy különféle külföldről pénzelt balliberális globalista pártok és csoportok tüntetéseket szerveztek, sőt, egészen bohózatba illő jeleneteket is láthattunk, ugye talán az egyik legemlékezetesebb Kunhalmi Ágnes ajtónak rohanása, de a lényeg, hogy tőlük ez teljes mértékben hiteltelen volt. Ugyanis a globalista, balliberális erők épp ugyanolyan kiszolgálói voltak és lesznek a jövőben is a multinacionális cégeknek, mint amilyen kiszolgálói a jelenlegi NER-nek nevezett rendszer is. A kormány 2018-ban éppen a multinacionális cégek szája íze szerint fogalmazta meg a rabszolgatörvényt, tehát azoknak kedvezett, akiknek kedvezne a balliberális globalista oldal is, tehát olyan sok különbség, sőt semmi különbség nincsen közöttük, ezt mindenképpen le kellett szögeznünk. Ráadásul úgy tűnik, hogy szépen csendben el is felejtették a rabszolgatörvényt, mi viszont nem felejtünk, már csak azért sem, mert újra aktualitása van neki. Az elmúlt hetekben hallhattuk, hogy éppen erre a törvényre hivatkozva akarják a dolgozókkal kifizettetni a lezárások árát különböző autóipari multinacionális vállalatok. Ezért tartottunk kiállást a múlt hét folyamán a Vasas Szakszervezeti Szövetség épülete előtt, támogatásunkról biztosítottuk őket és az értük küzdő szakszervezetet is. A Mi Hazánk mozgalom szerint kettő fő probléma van, mind az alapállással, mind pedig a rabszolgatörvénnyel kapcsolatban, amelyet természetesen mi hatályon kívül helyeznénk. Az egyik, ugyebár úgy szólt annak idején a hivatásos propaganda, hogy azért van erre szükség, mert ezzel tulajdonképpen a munkavállalót szolgáljuk, mert ő önként annyi túlórát vehet fel, amennyit csak akar. Aki viszont ismeri a mai magyar valóságot, vagy akár az elmúlt 30 év valóságát, az pontosan tudja, hogy ez álomvilág. Nagyon sok helyen a magyar dolgozót nem tekintik partnernek, csupán mint humán erőforrás tekintenek rá eldobható eszközként, úgyhogy ki az a bolond, aki azt gondolná, hogy reális lehetősége van egy túlóra kérésre nemet mondani ma egy magyar munkavállalónak. Aki ilyet állít, az vagy nem dolgozott egy percet sem, vagy hazudik. A másik fő probléma, hogy eleve elfogadhatatlannak tartjuk azt az alapfelállást, hogy ma Magyarországon ahhoz, hogy normálisnak nevezhető fizetést tudjon hazavinni valaki, brutális túlórákat kell vállalnia. Csak hogy egy példát mondjak a sok közül, vegyük a börtönőröket. Alapesetben 160 ezer forintot keresnének, de ezt akár 300-400 órás munkahónapokkal kiegészítve tudják elérni azt a helyzetet, hogy viszonylag normális fizetést tudjanak hazavinni. Gyakorlatilag annyit vannak bent, mint a rabok, és nincsen mellette normális szabadidejük. Tehát az az alapállásunk, az a célunk, és ezért küzdünk, hogy normális munkaidőben elképesztő túlóráktól mentesen tudjunk adni tisztességes béreket a magyar embereknek. Ez volna a végső célunk, és ebbe az irányba kellene mindenkinek munkálkodnia, ez vezethetne el minket egy valódi munkaalapú társadalomhoz, és ezzel kellene foglalatoskodnia a kormánynak is, ahelyett, hogy mindenféle zsarolással, kötelező oltással traktálnák a magyar munkavállalókat.